Na, sziasztok srácok, itt vagyunk a következő részben. Mennyi húsa van nála? Nem tudom, van egy csomó kajám. Ja, nézd meg ezt a csesztet, hogy mi van benne. Halak? Nem, a második, bazd meg. Ópia? Hát ezt tudom, basszus. Hát, kösz. Potion, na srácok, elmondom, mi történt az előző részben. Annyi a lényeg, hogy egy az, hogy véletlen le volt némítva a mikrofonom az OBS-be, és nem nagyon tudtam volna úgy feltölteni a videót. Szóval azt úgy hanyagoltam. És megdöglött Daninak a gyors lova. Megdöglött az én lovam is, meg XP-nek is a lova, szóval mondjuk XP-nek az tök mindegy. De ja, úgy se érdekelte az a lovon mondőt. A mai részben lovat keresünk és bányászt. Hát igazából elsősorban most azt akarjuk, hogy elmegyünk bányászni, aztán majd a következő részben majd szerintem keresünk lovat. Azt de mondom. Itt, az, itt tele van lóval, bazd meg. Hát ott is van egy például. Most tök mindegy, figyelj, most hagyjuk már a lovakat. Végül is, ja. Csak menjünk ki, most hát tényleg kicsit, ilyen kicsit távolabb, és ott kezdjünk ebbe. Nem tök mindegy, csak leássunk és szépen megyünk előre. Hát én nem akarok bányákat találni, meg ilyeneket. De valószínűleg be fogunk ásni egy másik bányát. Akkor gyere, itt kezdjünk el. Jó, azt lerakom a cuccokat, amit nekem nem kellenek. Gyors, ledobálom ide, mert most nincs kedvem mást izélni. Máshova. Na, csak annyi, hogy gyors ássunk le valahova és szépen menjünk el. Hol vagy? Itt vagyok a sivatag fele. Most elmentél a sivatag fele? Minek? De nem, csak itt vagyok még egy 2 centire a ház. Na. Látszott. Na. De jó vagy, lőjél rám. Na. Hát hogy lássen. Innen kezdjük el. Jó. Nem, ő lehozta máshol fel. Nem is ide gyere, ahol az meg. Jó, nyugi már. Most lássunk, ezt 2 különböző irányba kezdünk el izélni. Csak majd fedbeszentem a tetejét, mert valaki leesik és meghal. De jó vagy. Jó, Istenem. Ezek a bányászós részek mindig izgalmasak, vagyis unalmasak. Nem, amúgy én szeretek bányászni. Én is, ó, van arany. Az jó, azt hiszem, hogy ez fontos, mert itt is van egy. Király. Mennyire vagyunk? Beleásnák egy évet, bak, mekkora lenni. Adj egy lávatóba. Nem azért halljuk. Jó, 11-es szinten én rások csak. Vas, de jó, szedjük ki. Jó, én ebben a szintbe fogok ásni. Te mit csinálsz? Jó, társadalod, bazd. Redstone, ez nekem nem kell. A gyémánt! Tényleg? Aha, 1, 2, 3, 4, 4. Ez gyors volt, baszki. Esküszöm. Komoly. Na jó, mindegy, én akkor szépen így ebből az irányba ellássuk. Most minél több gyémántot kéne szerezni, mert csak ezzel tudunk úgymond az endbe túlélni. Aztán pedig majd az lesz, hogy még egy csomó potit majd fogok csinálni, egy csomó nyilat kell szerezni. Felencsántolni magunkat és szépen menni át az endbe és megölni a boszt. Meg aranyalma. Ja, azt tudom, hogy gyémánt az úr. És ez ebből ennyi. Rohadt sok fontos dolog van, ami kell az endbe. Hát igazából gyémánt cucc, aztán azt elencsántoljuk, aztán mehetünk, még pár, meg arany kell. Arany, meg gyémánt sem. Hát mondom, meg izé, meg potik, ennyi. Meg nyíl, hát, az is hát. Szerintem azért, mert amúgy csak nyíl, ja, a fogjuk. Nagyon sok nyíl, 2-szer, vagy hát én 60. Igen. Hát nagyon sok izé csirkét kell tenyészteni, szóval abba baj bele kell húzni. Tehát nyílból nagyon sok kell, mert ugye csak azzal, a nyilakkal lehet szétütni a izét, nem a tornyait. Hát az, hát fel is épített és leütetett, de sok idő. De sokkal egyszerűbb a nyíl, ja. Vagy így a... Szóval ja, ezért kell izé. Meg érdemes sok obszidian jelentésén is építettünk egy bázis, mert ugye azt nem tudja szétrombolni többet. Ja. Milyen ötletnek tartott, hogyha TNT-vel szétrobbantanánk itt majd egy bányát, és úgy izélnénk, vágod. És úgy keresnénk gyémántot. Hallod, én no joke csinálok egy resztor. Bazd meg, ez mekkora ötlet? Hogy mit? Egy resztorrendszert, egy aratórendszert, esküszöm. Szívesség. Most mi? Most mi a fasz csinálunk még? Kaktuszrendszer, basszus? Nem, mit tudom én automatikus aratót. És akkor csak ültetni kell. Nem tudom megcsinálni automatikusra. Dehogy nem. Nem tudja érzékelni, mikor terem meg a izé. Nem, csak nem úgy, hogy meghúzza egy kart, és akkor lelöki a növényeket. Egy folyóba, és akkor az elviszi mondjuk egy chestet. Gyűlőhöz, és az berakja egy chestbe. Például. Mondjuk azt talán nem hülyeség, de ahhoz majd megcsinálom előtt a nagyobb farmunkat. És... De akkor várj, azt majd én hagyj mutassalak, hogy hogy kell az.
Ja, na, mert ahogy ültesd, érted? Jó. Lávató. Na. Scrime. És nincs gyémánt, eddig még nem látok, de van vas. Valamit akartam mondani, de elfelejtettem, basszus. Nem tudom, mit, mindegy. Mi? Hallod, elástam egyet jobbra, és itt volt mellettem egy NPC bánya, amit már kilootoltam. Mondtam, hogy menjünk távolabb, de nem. Mi a fasznak menjünk távolabb? Nem, tök mindegy. Most az NPC bányát úgysem fogom kilootolni. Itt van egy lávató, de itt nem tudok semmit. Max hát a körülötted látok témát, hogy talál. Amúgy az a durva, hogy most oké, hogy most a 30. résznél vagy most ez a 33. talán, vagy 32. rész, nem tudom. Vagy lehet, hogy csak, igen, ez csak a 32. szerintem. Oké, hogy a 32. résznél járunk, de mi már konkrétan a 11. résznél, ami megtaláltuk a izét, Endportált. Miért már azt lehet? Hát igen, geci, de azért már... Közben telefonom van. Igen. Ezt... Na, most videózok. Nem tudom, most videózok, szia! Na. Bozsi, zsácok. Ezt nem fogod kivágni? Nem. Nem lehet hallani, amit levél, most tök mindegy. Hát igen, nem úgy figyelj már, Gessz, ilyen... Három évad alatt hát abba kivinni, három... Tudom, tudom, de azt mondom, hogy mi már konkrétan a 11. résznél, mert azt a most ötöttem fel a 11. részt. Hát igen, már... Mi már kivittük a izét? Már, vagy nem kivittük, de már megtaláltuk az Endportált, szóval... Hát ha nagyon akartuk volna, akkor én 15 rész alatt kivittem. Ja, hát mikor volt meg a Ender Pearl? Azért az ugye a 20. résznél kb. Ja. Szóval szerintem, hogy már a 20. részben már át tudtunk volna kb. Úgy menni. Csak most igazából... Nem akarjuk, ketten megöljük simán. Igen, csak most igazából gyűjtjünk, vagy gyűjtjük a cuccokat. Mondjuk hát nem hiszem, hogy ketten meg tudjuk. Mondjuk de, az egyikünk íjazza, meg támadja, lefoglalja, addig a másikunk meg kiüti a tornyot. Nem, szóval azt hiszem egy és fél szívet sem, és csak ilyen, nem tudom én... Percenként támad, szóval nem olyan sokat gyűjtsen. Á, nem percenként támad, folyamosan támad. Hát ide, mert így repked, meg ilyesmi. Hát oké, hogy repked, meg ilyesmi, de akkor most folyamosan támad. Úristen. Mennyi gyémánt? Ez jó sok. Azt kurva. De hogy találsz ennyi gyémántot? Hát nem tudom, hogy ezt is sokat ásra, esküszöm. Én is ások, de nem találtam egyet sem. No, esküszöm, no joke, nem csalok. Eddig persze jár a videó. 8, lehet most. Igazából ez most akinek unalmas, unalmas, akinek nem, mi most csak áskálódunk. Úgyis egy nap kb. 3 részt láttok egy ilyen hardcore-ból vagy többet. Hétvégénként. Most raktam ki talán 12-et? Vagy most lesz kirakva talán, vagy nem tudom, már lehet, hogy kirakva. Mindjárt megnézem, hogy tényleg gyors a csatimon várok. Vas! Gyorsan megyek a csatimra, közben így áskálodok még az így előre. Közben így elások néha így jobbra. Ez így mennyi vas. Kaptam valami e-mailt is. Ja, ez más. Gratulálnak, hogy elértem az 500 subot a kis csatimon. Milyen kedvesek kapsz egy, már. Kapsz egy papír YouTube díjat. Most lett kint a 12. rész, ja. És ma mennyi, de nem úgy, hogy ma mennyi kerül. Ma? Hát most, ma már kikerült 2. Még 3-at szerintem kirakok. Még, ja nem, lehet, hogy 4-et. Vagy 3-at, vagy 4-et meglátom még. Szóval nagyon gyorsan kerülnek ki a részek, srácok. Ez direkt azért van, mert minél, hát igazából most folyamatosan veszük fel így a kisebb részeket, szóval most szerintem ez nem gáz, hogy én ennyire sokat rakok ki. Ah, én meg akarom csinálni, hogy... Mit? Meg akarom csinálni a restaurantet, szóval azt mondom, hogy találok még egyszer, vagy tetel, akkor menjünk fel. Vagy nem tudom. Jó van. Hát igazából jó lenne minél több gyémántot találni, mert most jó lenne ízét. Várjál, mennyi kell egy szethez? Legyen az, hogy mindenki kigyűjti a saját szett. Érted, hát. Gyémántot. Jó van. Azt mondja, 9, az 13... Tü. 25 darab kell egy szethez. Csak 25? Hát 9 kell a melvérthez. Ami 8, nem úgy igen. 8, bocsi. 5 kell a fejeshez. 4 kell a cipőhöz, és még egyszer 8 a lábszárvédőhöz. Ami igazából 7, de igen. Jó, akkor 7. Ja, akkor végülis annyira nem kell sok talán. Nekem már a melvértem megvan, szóval nekem csak egy izé kell.
Nekem már nem kell sok. És ezt majd még fel is kell encsen tolni. Amúgy nekem 34-es encsen, még most is annyi van. Mondjuk azért, mert én elég sok mobot öltem, meg ugye az endermeneket én izeltem. Ja. Meg a zombi malac emberek. Hm. Ja, amúgy az a másik. Szóval ott pazdmeg megöltem, beszélni 100 zombi. Ja. Elások egy kicsikét balra is, nem hiszem, hogy nem találok izét. Kicsikét lejjebb ások. Hát fentőként 11-es szint, ez a gyémán szint. Hát lejjebb is lehet attól még. Én általában mindig így az alapkő felett szoktam itt találni. Jaj. Aj, Már nem fél el nálam az izé. Látok, de kidobálom. Ez én annyi vasam van nálam, most csak így 20 darab vas, de úgyis ki se ütöttem, csak amíg előttem van vágod. Vág ez. Hú, már nagyon messze van a folyosó veszi. Mi mennyit jöttem el? Na, én mondjuk még annyira nem sokat jöttem el. Hát szépen. E-mailezel, meg mit tudom én bazd. Nem e-mailezek, én folytonások. Én is. Csak vasokat találok, meg ilyen szarokat. Meg redstone-t. Meg lávató itt van fölöttem. Jaj, na jó van srácok. Nem tudom, hogy akarjátok, hogy videón kívül csináljuk az ilyen bányászatokat, mert szerintem ezek nagyon unalmasak. De most én így áskálódok így előre, nagyon semmiről nem beszélek, szerintem ez mindenkinek nagyon unalmas. Szóval most így, én tényleg ilyen reálisan meg fogom csinálni, akár be is mutatom utólag, hogy milyen bányarendszereket ástam végig. Meg minden. Nagyon akarjátok, de én szerintem ez nektek nagyon unalmas lehet. Tehát, hogy én így áskálódom, rakom a fákját, megint áskálódom. Talán találok gyémántot, meg ilyenek. Szóval én legszívesebben az ilyen részeket kivágnám, csak az a gond, hogy jönnének a izék, hogy tuti csoltál, meg minden. Ó, itt lábát hallok valahol. Hát most látjátok, most se csalok, most is megtehetném, hogy leállítom a videót, és mit tudom én, becsalom, de hát nem csalom. De ezt amúgy most tényleg, hogy full reel-be leszük. Mi van? Egy lávató van. Hát annak örülök, itt is volt lávató. Csak itt lehet, hogy körülötte lesz hímen. Jó, nézve. Szóval srácok, én szerintem az ilyen részeket így eléggé valószínűleg ki fogom izélni. Mi annak a neve? Vágni? Vagy így elszkippelni, vagy így értitek, mit tudom, eljövünk XP-vel a videón kívül egy 20 percig bányászni, azt csinál. Találunk annyi gyémántot, amennyit akarunk, meg a szettet ugye kiszkippeljük. Istenem. Na jó van, szóval mennyit találtál, még azt megvárom és lájtom a videót. Hát most nem tudom, hogy mennyivel, mert ez szar. Én is gyémánt, na! Kettő. Végre! Na. Akkor mondom, egy, három, három, négy, öt, összesen hat. Összesen 14 darab van. Most találtam 6-ot. Na srácok, erről beszélek, tehát most is igazából full reel-be találtam, nem vágtam egy kicsit a videóba, lehet látni. Szóval srácok, én ezt így fogom szépen tovább folytatni. Szóval majd a kövi részben majd találkozunk, addigra én szerintem megpróbáljuk összedni a full reel szettet, és tényleg nem fogunk csalni, nem kell izélni, hogy tuti csaltatok, tényleg full reel-be csináljuk, jó? Na sziasztok!